Szép ez az új tavaszi idő. Aha. Egész, egész héten rusnya. Ködös így. nyálkás idő volt. Öt, tegnap beszéltem egy fejvadásszal, mondtam neki, gyönyörű, mert hogy Londonból hívott. Gyönyörű londoni időnk van. Kis csönd. Itt nagyon szépen süt nap. Nem, a tipikus londonira gondoltam. A, a másik. Mind meghalunk. Ez a... Na, lelem. A ú. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat az Ártosztály Podcast 171. adásának felvételén. A mikrofonnál. Charles Tatler. És Benedikt Waldorf. No meg? No meg én. itt vagyok. Sziasztok. Sünni néni. Sünni néni. Én vagyok sünni néni. Ez jó. És? És a light is. nem tudom, hogy ezt miért kellett hozzátenni. Adásunk felvételekor. 2023. Április 15-e, délután fél három van. Szombat. Ez az már kiderült az előzőkből. Azt nem mondtuk eddig. Na mindegy. Ön... nincsen uh. nincs semmi anyag Egyszer a fejére szorult egy nejlonzacskó, és azt nem vette jó néven. Ha nem rossz néven? Szitkozódott, vagy ezt hogy kell érteni? Az a helyzet, a savanyú cukrot próbálta venni, és beszorulta, a, 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 a párás volt az idő, és beszorult az egyik az ajára, és megpróbáltam benyúlni érte, de hát ugye én nem vagyok túl nagy méretű, ezért a savanyú csukros zacskó ajába belenyúlva teljes egészében beszorultam. És hiába próbáltam kiabálni, senki nem jött a segítségemre. Úgy kellett kirágnom magam az zacskóból, savanyú cukorral együtt. Csak meg lett happy end. Hát igen, nagyon kellemetlen történetek vannak, amikor az ember így visszagondol. Hát főleg hasonló. Igen, főleg ha az ember sűn. Um, igen, ezeket az acskókat, meg mindenféle eldobható dolgokat próbálják most egyre jobban szabályozni, hogy ne fulladjunk bele a műanyag szemétbe. Képzeld! Sokan sűntelen ezen dolgoznak. Te jössz! Nem marad benne a csend. Akkor majd lihegek tartottam egy kis sünt, sünetet. szóval, van egy startup. Emlékszel még, amikor Julival beszélgettünk egyszer 172 adás, az nem valószínűleg lesz a 171 de 172 adással ezelőtt. És akkor világosított fel minket, hogy vannak ö, nem eldobós, hanem elmoshatós fémszívószálak? Nekem egyébként azóta van is ilyenem. Sőt, nekem is van, igen. Igen, nem használom, mert még mindig tudok pohárból inni, de, de Ez az ötlet mindegy. Jó. A gyerek egyébként használja az alivot macikávét például a hétvégén. Hasznos dolgokat, hogyha összekötünk. Szóval, ha ugye a műanyag már be van tiltva, helyette föltáltak a papír szívószálat például a dobozos ügycsikhez, aki azt kitalálta, azt megkérdezném, hogy próbálta e már használni mondjuk egy percnél tovább, undi dolgok a földön. Azt tuti, és Ugye a műanyag poharak is eltűnőben helyettük jönnek a papír poharak, de még a papírral is csak a baj van, úgyhogy most van egy startup, ami föltalálta a... Toppergést kérek! Ez is eszközt! eszköz! Ja nem, az is eltűnőben van, mióta hát jött múltkor az a béka a szomszédból. Nálunk is lomisok voltak nemrég. É, egy Berlinben és San francisco honos startup. Na miből csinál szerinted poharat? Eldobható poharat, ami környezetbarát... Papír Nem. Pedig zöld. <laughs> És eldobható. Igen. Nem. Ü ü üveg, az is eldobható. Nem. De abba bele lehet lépni. Szerintem valami, valami olyanból, ami ami nem műanyag. Eddig Homok? Jó. Van benne. Homok van benne. Na, hát akkor akkor az viszont izé... Mm. Na, mi kell még ahhoz, Beton. hogy... O... <laughs> Kicsit nehéz emelgetni, de majd a... <laughs> Bacakó félkarút, az majd így. Eldobható, hogyha ha jó formában vagy. Ne akarjál ott állni ó, oh, esik. Nem, ennél valami kicsit könnyebb, de van benne homok, méghozzá nem a vízben lesz. Virágcserép. E, nagyon jó, homok. csak annak lyuk van az olyan, Akkor. De különben leukoflaztad be ragasztott virágcserép. Vagy csak eleve úgy gyártod, hogy nincsen lyuk az alján, és akkor megjöttünk, mert. cserép, pohár. Erre cseréppohár. gondolt a költő. Méghozzá rájöttek, hogy tudnak 3D-ből cserepet nyomtatni, vagy 3D cserepet nyomtatni, mindössze darabonként alig fél perc alatt elő tudnak állítani ilyen edobható cserép poharakat. Lépiásan kecsed! Hát üdvözöljük Rómában legalábbis, igen. És akkor most már tudjuk, hogy a rómaiak valójában környezetbarátok voltak. Akkor viszont azt is tudjuk, hogy a ruháik azok milyen színűek voltak. Cserépszín. Zöld. Egyébként voltak a Rómában, ugye kocsi versenyek is, azért négyfajta szín volt. Jól emlékszem, pirosak, kékek, zöldek és sárgák. <laughs> Ezt kézdeni, és milyen negyedik? Az, a, a negyedik az, azt, azon gondolkodtam, hogy fehérre vagy sárga, de sárga volt, ha jól emlékszem. És ugye ebbe ez, ez nagyjából olyan volt, mint a mostanában a zöldek, meg a lilák, vagy a kékeknek a, a egymást iránti szeretete. Tehát néha ilyen tömegverekedésbe torkollott a kocsihajtóknak a versenyt követő ünneplése. Akkor a Ja, meg Fradi. Lila nem volt, csak... Nekem akkor is a, a, az MTK pálya az abszolút kedvencem, amióta elkészült, hogy ott faltól falig lehet focizni. <laughs> Ez a legnagyobb ötletek egyike. Nem pattan ki a labda a hungária körútra. Nem tudnak bele akkor átrugni, de egyébként lehetne, mert nyitott a teteje. Csak hát, ugye hát, kéne hozzá erő is, meg tehetség. <laughs> ne aggódj, gyerekek játszanak, akkor kipattan. Na de pattanjunk vissza arra a témára, mi csinálnak cseréből? Eldobható poharakat? Eldobható poharakat. És Megvan ez a ikonikus ilyen, ilyen ugye, amikor feles tiszik az ember, és utána ilyen, ilyen oroszosan így fölhajtod, és puff, földhöz csapod. Nem, Na. azt a hátad meg is szoktak adobni, egyébként lehetőleg a kandallóba. Mit csinál a cserép a kandallóban? Felmelegszik. Hát oda nem szoktál besétálni, tehát azért nem baj, hogy ha ott vannak a cserepek, arra nem lépsz rá. Egyébként ezt nem lehetne, hogy valami polkorek néven nevezzük el, és nem csak kan van belőle, hanem mondjuk szuka is? Cukadalló. De akkor legyen a vége szerintem, hogy így latinosan. Cukadalla. Cukadalla. Na, mit szólsz, mekkora ötlet? Agyag, pohár? Hát hiányzott, mint üveges tótnak a hanyattesés. Ö... Öh... Agyag eldobom. Egy tanyert. De most képzeld el, akkor jön a sziget, ugye? Amíg még lehet kimegy oda néhány tízezer ember, mindenki vesz egy ilyen poharat, ez akkor nyilván ilyen repohár lesz, mert akkor ezt újra lehet hasznosítani, és a buli hevében eldobálják, elejtik, és utána azon ropják. Gyerek, de megvan a tömörítés is. Jól fog rapogni. Jól fog rapogni, de hogy utána egy kis agyag, egy kis homok, egy kis... Hát mondjuk só is van benne, emlékező, de az nem annyira tesz jót még mindig a környezetnek. De ugye, tulajdonképpen a rekultiváció alapjai, hogy eddig mindig csak egy ilyen poros sár marad, most meg már rögtön lesz benne egy kis plusz tápanyag is. Eltöltik lehet? rögtön a szigetet, ha? Ah, nem, Így nem, rossz, nem, rossz, nem rossz, nem rossz. Annyi, hogy kicsit kevesebb só és e, tudod, mi kéne még bele? Szerintem egy kis biokomposztot kéne még beltenni, pont erre az esetre felkészülve, vagy és akkor a bulizó fiatalok után ottan új élet fakadhatja, fa fakadhasson, bocs, új szó fakadhatja, új élet fakadhasson az olyan helyeken, amiket letarolunk. Tehát woodstockot igazából úgy kellett volna megalkotni, hogy eleve is visznek magukkal rendom növénymagokat, meg egy kis trágyát. De mondjuk azt ők ott gyártottak is a szigetre, beleszarok mindenki sátrába. Hát akkor a hárba is megárt a sók. Uh -huh. oh, a süni néni, hiszen nem kiküldöm a konyhába. <laughs> na, na, na. Mm -hmm. Szóval ez a... És egyébként ki is égetik ezt a cserepet? Mert ha nem, akkor ugye viszonylag könnyen össze is lehet csomagolni, tehát miután folyadékkal érintkezik, egy ilyen kis gombót szágyúrod, és amikor legközelebb inni akarsz belőle, akkor majd... Mirac? Nem, 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 sajnos ez le van gyártva. A Gaia Star egyébként a gyártó. Gaia Star? Star. Nem Gaia Star. <gája gája sztár> Gaia Star. Egész Gaia Ja. Másfél millió dollárt, kicsit több, mint másfél millió dollár sikerült összegubizni már erre a projektre. És az az ötlet, hogy a, 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 pohárgyártó üzemeket azokat a fogyasztókhoz közel állítanák föl, tehát mondjuk az ilyen nagyvárosok, fesztiválok, hogy nem kinyakörnék És helyben szereznék be az agyagot. Szóval valószínűleg azokon a helyeken lesz nagyobb esélye annak, hogy ilyet gyártanak, ahol van agyag, úgyhogy ö, egyelőre a grönlandi <laughs> agyaggyárak azok így. Hm? Hát, jó lesz, ahol bezárt a téglagyár. Mekkora ötlet! A jó pohárgyárak. A túl is isznak sokat. De figyelj, és ha már, akkor nem csak poharat lehet belőle gyártani, hanem egy tányért is lehet gyártani, evőeszközöket, és mindent is. Ez csak, ez csak így indultunk, ez az első termék. Uh -huh, uh -huh. A, 3D az új korongozás, az megvan, ugye? De ezt azért nem korongozva csinálják, ugye? Nem, nyomtatják. Nyomtatják. Teszem hozzá, a korongozás is 3D. <laughs> Hajlék határozottan, ugye pont az a lényege? Nem, az egy az mozgás, ez az... egy síkba. Igen, de te a kezeddel megalkotod hozzá a harmadik dimenziót. Különben csak lapokat gyártanál, de így aztán tudsz belőle. Na, hát, ha sikerül, nekem mindig Csak se... Csergény. Ezekkel a kezekkel nem csodálom. Biztos sótlan volt. Amúgy, Amellett, hogy az agyag kitermelésére ez mekkora ötlet, öm, nem lehet, hogy már arra készülnek, Tudod, van itt mellettünk egy olyan bolygó, ami vörös. Nem lehet, hogy az a, az, az, az ötlet, hogy oda ne kelljen evőeszközt eszközt meg étkészletet vinni, már most kitalálták, hogy majd ott mit fognak vele kezdeni? Az ott lévő piros porral? Tehát hogy úgy gondolod, hogy. A híres marsi agyaggyárakja. Aha, a mar, marsi agyagbányák. képzel a ah, fú, jövőre majd a a, jövőre. a csed, Hát ja. jövőre mondta a hogy kiérünk a mostra, nem? 30-ra meg már kolónia lesz ki. Kolónia itt van az utcánkban. <laughs> nem verszállt ilyen Nem, az a koloniál, várjál. Ez most mindig. Uh... Tehát, tehát, igen, tehát uh, egy pár év múlva akkor a ChatGPT által utcára kerített jelenlegi szellemi szabadfoglalkozásúak már az ottani bányákban robotolhatnak. Robotolhatnak? Amíg, robolhat, <laughs> amíg a robotok át nem veszik a helyüket persze. <laughs> drónolhatnak. Tudom, miért nincsenek bányász drónok? Na mindegy. <kül> Szerintem, tehát igazából csak így megelőztük, de tessék, földbarát. A... Hát főleg, főleg akkor az azt jelenti, hogy nem a földi erőforrásokat fogjuk kizsákmányolni, hanem a, hold, a marsiakat. A marsiakat többféleképpen akarjuk elérni. De egyébként a... Igen, igen, igen. A, a, a por az nem jó erre? Uh -huh. Ez nem vörös, tudom. Igen, eleve csúnya lenne. Na majd majd viszünk valamit, ami piros, mi? És mivel fogod szállítani akkor ezeket? És így zép, ilyen... Zűrhajóval. Zűrhajóval. Én arra gondoltam, hogy ilyen nagy ikea majd kivisznek is abban. Nagy? Nem. <laughs> nagy nem viszek. Jó, nem, de mi a kea? Van egy, van egy ho, ho délenergia. Oh, ho -ho horgász. nem. <laughs> Noon Energy elnevezésű uh, startup, ami azt gondolta ki, amúgy ha már a mars erőforrások, hogy a marson, eredetleg arra gondoltak, hogy valahogy vissza is kéne majd jönni a marsról. És az ugye megoldható kétféleképpen. Egy, viszel odafele annyi üzemanyagot, amiben haza is jössz, vagy kettő, ha már arra jársz, akkor ott helyben gyártasz magadnak elég üzemanyagot ahhoz, hogy haza tudjál jönni. Ez, De, az utóbbi ez, ez a... olyan, mint a fenyőfa, ugye? Egy A cseresznyét akarsz enni, tehát vissza akarsz jönni, aki vissza magaddal. Hát praktikus, elég. És akkor lesz piros is. No, és akkor tehát ők találták ki azt, hogy, hogy csinálnak egy olyan üzemanyag előállító megoldást, amivel szén-dioxidból oxigén tudnak kinyerni, azt jól összesűrűsíteni, összegyűjteni, és akkor azzal majd meg lehet hajtani a visszafelé jövő űrhajót. És ha már arra járnak, akkor ezt egyébként meg lehet csinálni a Földön is. Ö, annyi, hogy a, a szén így szénmonoxid meg oxigén keletkezik, és hát a szénmonoxidat ugye hát akkor ott hagyjuk helyben. De végül is mindegy is, mert a marsi atmoszféra amúgy is nem annyira alkalmas számunkra légzéshez, szóval mindegy, hogy mit nem szívsz be. I nem szeretjük a szénmonoxidot, azért jó helyben hagyj! Jó helyben hagyjuk, így van. E, ami érdekes, hogy már gondoltak arra is, hogy ezt a technológiát kamatoztassák esetleg a Földön. Én e, annyira nem lennék tőle boldog, hogy a sok szén helyett még több szénmonoxidunk lenne, de... Igen, de nézz, kérdező kérdező minket, és... Nem az lenne a gond, hogy szén van a levegőben, hanem hogy szénmonoxid. Egy más jellegű probléma. Ami ráadásul ugye ide, ide telepedne mi közénk, és szépen csöndben, igen. Legyilkolna mindenkit. Nem jó. Tehát ezen ez még a folytógáz, vagy, vagy szokták é. mondani? Szintelen hát. szaktalan, és nem kapsz levegőt. Igen, ezért nem tudom, hogy pont hogy hívják, de ez biztos, hogy tudja. Ugye a pincészetek nagy rémáma. Ezért kell papagájjal a kezedben menni a pincébe. Nem magamnak a kanári nevében. Kanári nem papagáj? Hát évekes madár! És abból nincsen szuka? <laughs> Vagy nőstény ebben az esetben, ha már bada. Nőstény Ari. Komolyan, ennyi genderizmus egymás után, csak így kapkodom a fejemet balra-jobbra. <laughs> Kandalló, kanári. Hú, <laughs> vagy te kanálszoddal. <laughs> szóval ott tartottunk. Az pont abból származik egyébként. Nem mondjuk, igen. Nőstény az hülyén hangzana. Nő, <laughs> 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 Na menjünk már tovább, mire beszélsz? Elfelejtettem összezavartaja ezekkel a ganókkal. Szénmonoxid. akartál megfojtani minket. Szénmonoxidban. Szén azt mondtam. Jó, de én nem azt hallottam. Na, szóval, hogy akkor itt van ez a nagy lehetőség, hogy a széndiokszidot végre tudjuk valamivé hasznosan konvertálni, amiből aztán üzemanyag lesz, de hát marad egy csomó szénmonoxidunk. Képzeld el azt, hogy van itt egy másik nagyszerű vállalkozás, ami, ami meg arra jött rá, hogy Hát ugye a gyémántok eredete az tök nehezen követhető, meg eleve is ez a gyémántipar már ott tart, hogy már rég mesterséges gyémántokat gyártunk igazából nagyobb tömegben is mindent. De hogy a levegőben lévő széndioxidból amúgy tudnak gyémántot gyártani, úgyhogy ők minden oxigént kivesznek, és a maradék szénből gyártanak gyémántot mesterségesen. Ez az Eter nevű cég. Mi lenne, hogyha ennek a kettőnek valahogy csinálnánk egy olyan közös meccetet, hogy fogjuk a szén-dioxidból csinálunk oxigént, amivel üzemanyagot hajtunk, és a maradék szénmonoxidot használhatjuk föl gyertása, és akkor marad még egy kis oxigénünk. A sosem. A sose árt, aztán megkérjük, hogy párosodjon, és legyen tiszta levegő. Vagy adunk hozzá hidrogénatomot, és lesz vízünk. Mindez ha van annyi, hogy a... szénmonoxid, akkor van szén, szén És akinek ilyen hangja van, az mit szívott? Lufit, tudom. Na. a hangom a személyes támadást éreztem a hangom ellen. Nem, 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 nem. Már csak egy dolog a kérdés, hogy hogy beszéled rá ezeket a kovanás kötéseket, hogy nagyon egyszerű. A, a, a titkosszolgálatoknak többféle remek vallatási technikája van, köztük van például az elektrosok is. Elefant vagyok, csak ne üssetek. Tudjuk, hogy arra a kémiai kötések is rosszul reagálnak. Szóval kicsit meg kell csapatni hárommal, és az lesz, amit te akarsz. Hárommal? Hárommal. Árammal. Árammal? Aha. De kettővel nem elég. Ha, hiába próbálom neked föltalálni a tutit. De, 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 ez teljesen érdekes. De... És lehetne zöld gyémántod, ami persze egyáltalán nem zöld, mert átlátszó, mint az összes többi, de hogy egyébként széndiokszidból és vagy szénmonoxidból lehetne gyártani, miközben előállítunk hasznos oxigént, és még víz, tiszta vízünk is lesz, talán kicsit tisztább is a kelleténél. Csak rá kéne de... venni ezeket a tudó startupokat, hogy gondolják végig, hogy nem mindegyik ilyen silóban csak a saját kis pecsenyét sütögesse, hanem az egészet gondolják. De hát pan panaszkodtál arra, hogy azokban az úgy úgyis van só, tehát azt akkor ki lehet szedni. Harasó. Harasó, persze. Kicsit föltölteni a, a desztillált vizet. <laughs> és akkor ezzel meg lehet, meg, lehet oldani, hogy a bányászok, akik a marson dolgoznak, kapjanak vizet, levegőt, mint oxigént, és még gyémántjuk is legyen, tehát hogy ki legyen fűzött És ha akarod, akkor a CO2 csak simán belevezeted a tiszta vízbe, és lehet belőle H2CO3-at csinálni. Ha? Szénsav. Vagy szódom. Így. Hát ezt mondom. Nem, a, tehát egy, egy rendes szóda. csak azon gondolkozom, hogy oké, okay, hogy szóda, de... Mi hajtsa. A szódával egyébként gondolom megbírkózik ez a pohár. Figyelj, amennyi ideig ki kell bírnia, ez olyan, mint a papírszívószár és a mi ez, gyümölcslé, hogy annyi ideig kibírja, amíg iszod, ne akar tovább benne tartani, vagy cserép lesz belőle, és kifolyik az alján, ugye? Lehetne ilyen indikátort rakni az aljára, hogyha elkezd csöpögni, akkor ki kell dobni a poharat. Mint a, a Aha, nem, akkor alulról kell szívogatni, nem nem, nem emlékszel egy De várjál, ehhez akkor viszont lehet kiegészítő terméket gyártani. Azt a papír amit ráerősítesz a pohár aljára, és akkor úgy szívod utána, nem fölülről, hanem alulról fogod szívni a pohárból. A kiukat. Hm? Farka Szó, a tűt a az infúzió. Ő. Na tessék, mi mindent össze lehet itt rakni? Csak, csak egy kicsit? Végig kell Kreatív, vallani. kreatív, igen. Így van. Hmm. És, akkor, és akkor, hogyha cukrosat iszol, akkor rögtön azzal a vércukorszintedet meg lehet emelni, és tudod, mit lehet csinálni vércukorból? Üzemanyag cellát. Már megijedtem, hogy vérfagyit. Hát az csak akkor, hogyha horrot nézel. Vérfagyasztó. Mi? mit lehet csinálni a vércukorból? Föltaláltak derék tudós kutatók olyan pici üzemanyagcellát, ami... Miért kellett a derek, de, dere, derékat kutatni? be, beültethető, és képzeld el, hogy a vércukor szövetekből való kivonásával elektromos energiát tud magának generálni, tehát tulajdonképpen vércukorral működik. Minél több kólát iszol, annál jobban működik a pészmékered. Zsíra, nem Képzeld el, a szokály hízott. Mennyi ideig tudná a telefonját tölteni ezzel? Nem rossz ötlet. De tényleg megrázó élmény lenne mondjuk, ha fordítva el a töltés. Na, mit szózz? És akkor vércukorszintet közvetlenül lemeled, így a, a, a cseréppohárból nyert cukros ital, amit infúzió formájában magadba táplálsz. Már csak az a kérdés, hogy az a hogyan fogod tudni tölteni a telefonodat, hogy a QI szabványt hogyan fogod átültetni az új begyeidbe. Mert ugye azok nagyjából pont a mutató középső ahol a telefon töltő része van. Hát, implantálsz egy USB-C hajzatot, és arról töltöd magad. Így, Maga utató, várjál, az nem jó, azt a kis ujjadba kell akkor... Beré azt, azt mondtad, hogy berék kutatók, akkor a derékra kell rakni, nem? Kis ujjadba kell rakni, mert azzal tartod a telefonnak az alját. Amennyiben ragaszkodunk hozzá, hogy ugyanott hagyjuk. De szerintem nem USB-c-t akarsz igazából, hanem vezeték nélküli töltést. Sokkal egyszerűbb, hogyha az új begyedből, mint hogy a bőröd eleve is minimálisan elektromos, az új begyedből csinálsz valahogy töltőfelületet. Különben meg, ha már ott tartunk, hogy <kül> implantálsz valamit, adj számítógép interfészt, amúgy lehet EEG, EKG funkciókra meglehetősen olcsón is már készíteni. A, a, Raspberry Pi mond neked valamit? Van, van nekem is egyem, igen. Ez a kismálás mikroszámítógépecske. Vagy melyik a nagyobb igen. méretű, vagy a kisebbik? Mert van, van belőle zéro, a nagyon pici. Igen. Nem, a bármelyik is. Szóval mond, igen, mikroszámítógép, ami ilyen pár tízezer forintért szó szerint ilyen 30, attól függ, hogy milyen kiegészítőkkel veszed. Lényegében egy teljes alapfunkcionalitást tud neked biztosítani, hogyha otthoni kis számító központocskát akarsz csinálni, Te például a lakásod automatizálásához, vagy ilyen hobbi projektekhez, vagy akár kicsit komolyabb dolgokhoz is. Lásd, visszatérek az előző mondathoz. Akarsz mondjuk egy saját EEG-t, egy száz dolcsiból össze lehet dobni. Egészen jó ötlet. Ugye? Nem félsz, mi? És akkor ezzel a, a, az működésre tudom otthon nézni. Vagy császét. Az övét biztos nem. Neki olyanja nincs. De nála például még szívritmust akár lehet. Nem jó ötlet? Nyolc különböző interfészel lehet hozzá kapcsolódni, emberi agyat is akár, és akkor rögtön így lehet akár tényleg az EEG funkció. Emberi? Hmm. Csak? Süni? Igen, egyébként a pály hármashoz vagy négyeshez lehet kapcsolni. A Pi EEG elnevezésű uh, kiegészítőt, vagy továbbfejlesztést, modult, és ez ténylegesen 100 dollárba kerül, szóval így a most leesett dollár árfolyam mellett azt mondanám, hogy 35 ezer forint körül plusz áfa gondolom. Ez, ez azért uh, izgalmas, mert zseniális ötlet egyébként az egész Raspberry, de jelenleg hiányzik. Hát, mint minden zseniális, minden zseniális ötlet. Olyan mennyiségű felhasználási területet találtak ennek a hát tenyérnyi méretű számítógépnek, hogy folyamatosan vásárolják fel őket az emberek, ipari környezettől kezdve a, a termelés monitorozás, vagy, vagy akár ö, megjelenítő tábla vezérlésekre is ezeket használják, de mivel egy elég széles körben kiterjeszthető dologról van szó, tényleg mindenhova berakják. Nálunk egyébként a retro játék emulátor fut róla, hm. és és mellette a nyomtatószerver. Szép. Na, hogy is jutottunk ide? Hm, EG. Igen, de hogy. Ja, igen, hogy vércukor. Gondolaton Vércukor, vér, vér, EG. Aha, és mindent össze lehet kötni mindennel, és ráadásul ez ugye nem kell mondani, zsebben elfér. Milyen egyszerű lenne, hogyha az áramellátását ezt a saját vércukoroddal lehetne biztosítani, ha, ha már arra jársz? Ne a saját elektromos impulzusaiddal agyból. Különben, ha meg nem sikerül megoldani a QI alapú töltést, ennek van egy csomó portja, van rajta USB-C is, mi lenne, ha azzal töltenéd, akkor madzagot dugsz szóval. vele. Akkor ebben az esetben nem a derekadba, hanem ide a, válladnyakat környékére, hova ez a kis eszköz erősíthető mondjuk, hogy így közel legyen az agyadhoz, az elgéhez. -hez. Ugyanoda kéne akkor azt a telefontöltőt is bedugni, és akkor végre felszámolhatnánk ezt az osd part ezekkel a powerbankekkel, tehát te magad lennél. Az osd mi a bajod? Nem baj. Nem nem tetszik? De nem a fejtetőre kéne rakni inkább. Hát a fejtetőt írtjuk te. Hát, ha és ha a fejedre esel? Lekapod a fejtetőt, oda beragasztod, akkor nem csak lg hanem közvetlen, addig stimulátorként, és működhet. Amennyiben nem csak... ott alatta van olyan, amit lehet vele stimulálni, amennyiben nincs olyan, amit lehet stimulálni, akkor pedig lehet belőle mesterséges intelligenciát telepíteni humanoidokba. Hát egy kicsit megvezérelni, tehát nem csak olvasni egyével, hanem írni is. Hát Bele. Ennek is. Ennek is sírás lesz a vége. Azt a problémát például tök jól meg lehetne ezzel oldani, most, hogy így mondod, hogy a VR headseteknek van egy hátulütője, is, egy ismert hátulütője sok egyéb mellett, de az az egy, ki akartam hegyezni, az az, hogy az emberek elfelejtenek pislogni, miközben ezt nézik, és eleve is az embereknek van egy nagyon rossz szokásuk, tök vissza szeretnek pislogni. Pedig egy csomó mindenre egy jó dolog. Lehet vele például kommunikálni a VR headsetek, lehetne kommunikálni, hogyha lehetne tudatosan és szándékosan kiváltani, meg momentán az ember látásának nem kifejezetten teszi út, hogyha sokáig nem pislog, ott annak van egy jó funkciója, kenegeti a kiszem, ugye szaruhártyádat kívülről, ugye? Vagy ne horogjon? Hát igen, ne ragadjon. Így jobb maradjon a felület. És Mert különben leragad a szemed. Így. De akkor be van csukva. Tehát nem akkor leragad, akkor akkor felragad. Pist... Kiszárad. A fennakad. Tudósok már tök régóta dolgoznak rajta, hogy rájöjjenek, hogy hogyan lehetne mégis rávenni az embereket, hogy, hogy pislogjanak, méghozzá nem csak akkor, amikor akarnak valamit, hanem akkor is, ha csak így simán játszanak és néznek, hogy így ne fáradjon el teljesen a szemük. És milyen jó lenne egy ilyen eeg funkció? Nagyon fontos dolog, hogy azért kell, hogy pislogjanak, mert akkor tudnak váltani. És akkor ilyen, ilyen kontextus váltást a, a VR-ban meg tudsz csinálni. Tehát, hogyha becsukod a szemed, és egy picit más képet látsz utána, akkor sokkal könnyebben alkalmazkodik hozzá az agy. Mint és a ezért volt mutatták. Igen. Tessék, és hogyha ilyenkor a kis Raspberry Pi egy pici áramütéssel megrázna annyira, hogy csak becsukd a szemed egy pillanatra, kinyitod, és hopp, már is a Szesel szigeteken vagy. Puff, egy áramütés. Szegedi csillag. A szem émozgató ízomra kell Aha. rá kötni, és akkor egy kis, mint voltak ezek a mindegy, fogyókúrás Mindegy, mire kötöd pislogni, az biztos fogsz, hogyha egy kicsit megcsap az áram. <laughs> Igen, igen. Hát ha ma... meg nagyon, akkor hosszabb időre lecsukod le a szemed. Igen, de majd jön az igazi, és jól megcsókol. Vagy <laughs> nem? Az más? Nem, a akkor már szerintem mindegy. Meg ah, az, az almától volt igazából, nem áramütéstől. Pont a hófehérkét olvastam a vinap a gyerekeknek, és arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a, a gonosz boszorkány igazat mondott. Ha, bocs, ez kis kitérő, de nagyon fontos megfejtés. Így a 149. olvasatnál jöttem rá, mert összeállt a teljes sztori. Uh -huh. hogy Csak megérted egyszer? Az úgy van, hogy amikor odaadja a, a mérgezett almát a húférkének, azt mondja, igen, hogy ez egy varázsalma, minden kívánságot teljesíti. És akkor húférke mire gondol? Hát, hogy ő ugye éppen almáspitét csinál, és milyen jó lenne, hogyha a szerelme rátalálna. találna. Akiről tudjuk, hogy a herceg, akivel már egy kicsit korábban összepajtizott, ez másik <kül> És amikor beleharap az almába, és feldobja a pacskert, akkor mi történik? Hát egyszer csak jön a herceg, jól megcsókolja, és élnek boldogan, amíg meg nem haltak. Tehát az alma segített, mert csak egymásra találtak, úgyhogy ő pedig közben kiköltözött a világ végére, hm? erdő alsóra. Szóval az alma igazi varázsalma, mert összehozta őket. És a boszorkány igazából jót tett velük. Az már van, hogy át akarják élni a messze a végét mostanában? Hogy nem halnak meg? Levágják az utolsó részt. Levágják az utolsó részt, mert hogy hozzájárulás nélkül csókolja meg a herceg. Maga tehetetlen, ó fehérke. Ezen a ponton azért fűzzük még azt is hozzá, hogy akiről mindenki azt hiszi, hogy meghalt. Ő. Abban hát, is van azért némi furcsaság. <laughs> Igen, nem, nem, Több ponton vérzik ez a sztori, de e ezen is többek akkor között. Akkor már nem, ha meghalt, akkor már nem vérzik. De nem halt meg. Na, Na de ez a sztori már igen. Tehát... Szóval hogy jutottunk szóval ide? Kislogjunk, kislogjunk egyet, és, és kerüljünk vissza az eredeti kontextusba. Hmm. Tehát akkor ezbörű pályal szeretnéd stimulálni a... Mindezt a saját vércukrot terhére, ja? A vércukrot ter. Egyébként a vércukorból kinyert energia az biztos, hogy elég ahhoz, hogy egy pislogás meg tudjon ejteni. Ahhoz elég csak képzeld el, hogy eddig az volt a probléma, ugye pont az elhízott emberek voltak az előbb, hogy velük milyen jól lehetne telefont tölteni, hogyha vérzsírból is működne, vagy ne isten igaziból. Hogy a vércukorra viszont az a probléma, hogy annak a fenntartása azért az egy elég komoly rendszer eredménye, hogy jól működjön, ugye, lásd diabétesz, hogy nem teljesen triviális, hogy ez mindenkinek és mindig jól működik. Egy picit is megnyilkan akkor már az ember segítségre szorul. Itt, itt lehet, hogy majd bejön az, hogy amitől eddig azt gondoltuk, hogy elhízik az ember, azt kell majd nagy mennyiségben enni annak, aki sok mindent kütyüt akar üzemeltetni, ahhoz, hogy állandó vércukorszintet tudjon elérni. És vagy az elhízás fog csökkenni, mert az embereknek nem marad fölös vércukorszintje, amiből majd aztán tudunk zsírt generálni. Ennek azért nem lenne hát ője kora. Azért lehet, de hogy ez egy olyan beavatkozástípus az emberi működésbe, aminek szerintem nem pontosan látjuk a, a hatását és a mértékét. Szóval elsőre jó ötletnek tűnik ez a vércukor alapú üzemanyagcella, de azért mielőtt ezt bevezetik, némi számítást nem ártana elvégezni, hogy akkor pontosan például a táplálkozási szokásokat ez hogyan írhatja föl, vagy úgy általában az élettani jellemzőinket, mert kis mennyiségben biztos nem zavar semmit, de az ember nagyon hajlamos arra, hogy semmit ne kis mennyiségben csináljon véletlen ami jónak lett. Kivéve a pislogás. Nem tudom, láttál -e egy... már romantikus filmeket és nőket egyszerre? Egy kis, kis hozzájárulás, hogy a kutatók egyébként azt találták, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy pislogást gerjesszenek a felhasználókba, hogyha egy feléjük tartó, gyorsan közeledő tárgyat mutatnak a VR szemüvegen, mert az egy olyan pislogó reflexet indít mindenkiben, ami elegendő ahhoz, hogy ők meg tudják csinálni a képváltást. Ugyanakkor. Tudjuk, hogy az emberi agy alkalmazkodó képessége szinte határtalan, úgy, ha ezt elég ideig játszod, mit fogsz megtanulni? Hogyha leveszed a VR headsetet, és jön valami a szemed felé, akkor is bátran belenézel. A bátran, pislant a szegét, becsukod a szemed, és nem. Elfogadod, elfogadod a sorsodat. Szóval a régi vicca, mi az nagy sárga és fáj, ha belemegy a szemedbe, az hirtelen valósággá váladt. Az piros, te szegény. Kombány. Villamos. Ja, Istenem. Na mindegy, szóval ez az üzemanyag cél a dolog, ez egyelőre még nem kiforrott. De ha már erre járunk, még tartunk, tartjuk, nem április a környezet hónapja? A hónap környezete. Az március és május. Á, nem, adásunk megjelenésének a hetében van, április 22 is, ami pedig a Föld napja, ugye? Valószínűleg Amikor ennek is köszönhető. a Holdra meg a Mars, akkor lesz a másnak meg a Holdnak is napja. Na majd Holdnap megváraszolhatod. Ugyanaz a napjuk, mint a miénk. Tudod, hogy a Holdból miért nem lehet vizet fakasztani? Mert nincs apja. Jaj, mennyi Itt van ez a szép piros alma. Szóval. Kicsit, kicsit mint a fókuszt vesztettünk volna megint, de hát mit is? Na, ott áll az udvarodon, mit vagy úgy hogy, oda? Hát, hogy a föld napja lesz, és valószínűleg ezért van ez a rengeteg környezetvédelemmel és ö, üvegházhatású gázok praktikus hasznosításával kapcsolatos hírünk. Itt van például egy másik Belgrádban képzeld el új típusú növényzet kezdett el megjelenni az utcákon. Beton az alapja. Beton növény. <laughs> van rajta telefontöltőnek kialakított áramforrás. Van benne az Azt nem tudjuk, hogy van-e benne Mánás Pite, de szerintem egyébként lelkes turisták előbb-utóbb fognak bele azt is lenni. Tulajdonképpen egy baziméretű akvárium van rajta, amiben pedig alga van. Kicsit olyan, mint ezek a mohafalak, amiket már kitaláltak ilyen belvárosi környezetben, meg növényfalak. A funkciója pedig az, hogy megkösöm minél több széndiokszidot és egyéb olyan gázt, amit mi annyira nem kedvelünk, de hát nyilván leginkább széndiokszidot a, a, fotoszintézis miatt. És úgy hívják őket, hogy hát likvid növények. Ez az új nagy ötlet, hogy ilyeneket tesznek bele. Tulajdonképpen egy rohadt algás akváriumot kell a város közepén. Azon gondolom, hogy ez buszmegállóban lesz? Biztos akkor amikor ott várakozol a buszra, akkor likvidálsz. De közben tudod tölteni az alga akkumulátort, nem algáról az akkumulátort. Miközben az idődet? Is. Nem, nem tetszik az ötlet. Ezzel is széndiokszidat lehet kivonni a levegőből. Figyelj, annyi ötletünk van már rá, hogy mit lehetne csinálni a széndioksziddal, hogy hamarosan, tudod, mit fog kellene csinálni, ezt így folytatjuk? 10-20 év múlva a villanyautókat ki kell majd váltani foszilis üzemanyagokon futókkal, hogy elég széndiokszid legyen a levegőben, hogy ezt mindent fel tudjuk tartani. értem én, értem, Most arra eljutottunk arra a szintre, hogy ki tudjuk váltani a fosszilis tüzelőanyagok használatát, így úgy amúgy, tehát még ugyan nem elégé, de már elkezdtük ezt csökkenteni. Szintén most arra jutottunk oda, hogy rájöttünk, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a borzasztó mennyiségű üvegházgázzal, amit eddig összehoztunk. Jó, és most egyszerre fogjuk ezt a kettőt élesíteni, és hamarosan eljutunk oda, hogy ilyen nagy globális lehűlésbe fog átcsapni a dolog egy 50 év múlva, mert véletlenül túltoltuk már megint mindent. Mint a popfiltert, amit neki csapta a mikrofonba. <laughs> picit, picit, igen, nagyon mutogattam neked. A hallgatóink ezt nem láthatták, de nem De is most volt, már hallották. Mit. Olyan olaszosan sikerült. Ajaj, ah, yeah. bocsi. Jól elmondtad, láttam. <laughs> jó, jó. Nekem, nekem az a meggyőződésem, hogy ez igazából nem jobb, mint hogyha odaültetnének egy fát. Tehát biztos, hogy... Töltöttél már fáról telefont? Tudom, vittél magad a powerbank Vittem <laughs> kábelt, igen. <laughs> jó, jó, de anélkül. De az alga az ugye szaporodik, meg ez a ilyen? víz az meg párolog. Ez ugye egy akvárium. Akkor ez Leesik azt jelenti, nyáron, nyáron, Rá kell tölteni. Vízfűtéses. Ja, rák is lesz benne. Ehető alga? Félsz, hogy ellopják, mi? Megeszik. Érzed, hogy mellette Tudtam. ilyen kis algasz neked. Algasz neked. Ugyanígy szusi úgy, kapható. Úgy, úgy napon szárított algalapokkal. Nem. Azt hiszem, nem. Meg Zöld és ötlet. organikus. Így. Nagy ötlet. Úgy is, úgy is újra szaporodik az a nyomorult alga. Tényleg, gondolj bele, milyen jó lenne, itt van mondjuk a könyveskámán körült, e fölé voltak ineljeknek az a nagy ötlet, hogy csinálnak egy ilyen az autósorok fölött elsuhanó buszt, amiről aztán később kiderült, hogy lehet, hogy csak hoax volt, hogy lehet, hogy azt ők mégse gondolták teljesen komolyan. Szóval mi lenne, hogyha azt nem is valósítottuk meg? Mondjuk a legnagyobb szabad felületű autótak fölé, ilyen kísérleti jelleggel a városban csinálnánk egy olyan emeletet, ami egy hatalmas akvárium, mondjuk ilyen 10-20 centi magas, és az egész útpályát lefedő, abba tennénk vizet, meg némi algát, és egyszerűen hagynánk, hogy tegye a dolgát ez a kettő együtt, és azzal egyszerre árnyékolnánk, tudnánk gyártani energiát, elszívni a széndiokszidot, amit képefögnek alatta az autók, lezárnánk a levegő útját, és mind megfulladnának. <laughs> De csak ők, mert mi nem rajtuk kívül. Aha, ilyen zöld alagút. Aha. Búj, búj, zöldek. Na, na? Jó, nem mondom, hogy az egész városban, de mondjuk lehet, hogy ilyen, ilyen frekventált részeken így el lehetne rejteni az autóforgalom egy részét. Vagy kizöldíteni. Belül pedig ugyanezeken a falakon mehetnének LED paneleken hirdetések, ha már így ki akarod használni a teljes felületet. Na? Amit az energiával, amit megtermelt? Hát annak egy részével, meg... igen. Aha. Vagy en ezzel a megtermelt energiával például trollibuszt lehetne üzemeltetni oda bent, vagy legalábbis részlegesen tölteni. Ez lenne az algalagút. Algalút? Algalagut. Gut. Jó, oké. Okay. Én tényleg megpróbáltam, nem mondhatod. Jó, akkor, akkor mondjuk már, azt, akkor hogy... Akkor egy picit magasabbra raknám, és ha, egy... egy adunk süni... vissza. Nem, ne, nem, nem, tehát hogy nem egy ilyen izé, pár méter magas, hanem egy kicsit, mondjuk ilyen 6-8 méter magas, és akkor lefüggesztenék róla egy egy ilyen egysínűt. Nem trollibusz, hanem egy kis egysínűt. Egy ilyen fejjel lefelé fogaskerekű? Mhm, uh -huh. uh -huh. azaz mint egy, egy, mint, egy mint, egy, ilyen felvonó, úgy érted? Aha, aha, és akkor, és akkor több. abban lehetne így ücsörögni, és az vinned mindent hova? Ilyen aha, járműként? Persze, persze, Tömegközlekedés. És milyen színű lenne? Zöld. Hát ugye, ami átjön a, a, fény a algán. Jogos, igen. Tök mindegy, a zöld. Hát nem csak, hogy mondtad, hogy egy színű gondoltam, akkor valami szépet válaszunk. Nem akartam választási esélyt adni, de... Az zöld jó. Mondjuk a, a hívre már előttük, de nem baj. Ez szebb zöld lenne. <laughs> zödebb még adnál is. Jó. Na mit szólsz? Nekünk nem kellene ilyen folyékony fák? Így a városba? Köben ezt megoldottuk nekünk, ilyenünk volt régen, csak nem használtuk semmire. Tehát hány olyan szökőkút volt, amit a káderkorban építettek, és ilyen a alga dzsumbúj lett belőle. Végre valaki rájött, hogy mit lehet vele csinálni. Múltkor voltam Londonban. Ott a, amikor végig az utcán, a tatlás zsebébe, akkor folyamatos ott is volt folyékony igen, hogyha a Pab kijönnétek időnként, sokat segítene mindenkit. Szókincs fejlesztési szempontból különlegesen. Na nem baj. Ha már egyébként ilyen uh, mesterséges és növényzet és mi egymás. Eddig is volt a, menjünk egy kicsit a városból, traktorok robotizálása. Az viszonylag régóta létező iparág, sokszor beszéltünk róla. Egyébként az egyik legfejlettebb technológia csak keveset látjuk, de azért az ipargépesítettsége, a mezőgazdaság gépesítettsége az jó előre adott állapotban van. Most például bemutattak, képzeld el, egy vető és gyomláló robotot, olyan, mint egy baziméretű mezőgazdasági gép úgy alapból, az elejére van szerelve egy nagyjából vele egyméretű méretű valami nagy narancsárga doboz, mintha valami FKF-es készülék lenne, ami azt tudja csinálni, vagy elülteti a növényeket, szépen szabályosan, természetesen tudja őket gondozni is, növényenként, egyénenként meghatározott módon, hiszen mindegyiknek föl tudja mérni az állapotát, színét, korát, fajtáját, nem tudom micsodáját, a körülötte lévő föld minőségét, és ezért megfelelően tudja őket egyenként ápolgatni, de új fejlesztés, hogy a FarmWise robotja, amit egyébként egy volt mit is diák Sebastian Boyer indított, szóval a, ez az új hatalmas robotgép ezt tudja gyomlálni, ki tudja válogatni, hogy melyikek azok a növények, amik igazából akartál ültetni, és melyik azokat, amiket nem akartál, és nem is ott vannak, ahol lenni kell. Na, mit szólsz? És a legjobb, hogy ebben a nagy dögben nincsen pilótafülke, meg semmi, ez lényegében egy drón, megy és csinálja magától a dolgát. És akkor ez azt jelenti, hogy veszel egy ilyen hatalmas gépet, és utána csak erre használod, és utána ott porosodik a garázsban? Nem, hát ez mindig folyamatosan dolgozik szegény valahol. Én úgy tudtam, hogy az valami bérleti konstrukcióban van. Amúgy bérleti konstrukcióban van. Robot as a service rush. Ez az új megnevezése a konstrukciónak. Rászárány. 15 darab van egyébként összesen, és ezt nagyjából jelenleg 30 különböző farbra bérlik, és ott forog körbe, és nem kell őket megvenni, hanem így van, amikor szükség van, akkor jó, kibérled, oda megy, megoldja. És akkor ezt, ha jól értem, akkor ezt neked így mondjuk ilyen havidíjas konstrukcióba, vagy, vagy alkalmanként kell fizetni. Vagy alkalmanként, ha. ha véletlen pedig nem fizetsz, akkor jön, és nem és a az eszélye eszélye <laughs> és igen. Ennyi. Viszont... Na ért, értem én ezt, hogy így mivel lehet motiválni. Kelet-Közép-Európai szemmel megnézve ezt a szerkezetet, nekem egy dolog jutott eszembe, hogy a, a félig gépesített mezőgazdasági termelésben van az a jól elterjedt szerkezet, pont a gyomlaláshoz van kitalálva meg például az ilyen eper és földhöz közel növények szedegetéséhez, hogy lényegében egy ilyen kiskocsin fekszenek az emberek, jellemzően hason, és akkor azon így tologatják magukat vagy őket, és akkor hasonfekve dolgoznak, úgyhogy egy picivel a föld fölött vannak folyamatosan, és úgy csak előre kell hajolni, és matatni a földön. Láttál már ilyet, ugye? Persze, a prémet szoktak leteríteni maguk alá, hogy ne nyomódjon bele. Ezért hívják őket hasonszőrűeknek. Jó. No de nézd csak meg jobban ezt a szerkezetet itt a robot elején. Szerinted ebben hány ilyen ember férhet el ilyen síneken? Mi van, hogyha ebben igazából nem is mesterséges intelligencia van erre, hanem csak nyolc keleti, közelkeleti, indiai, kínai, nem tudom, olcsóbb vendégmunkás? Elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy van benne mesterséges intelligencia, hiszen miért lenne? És Ahelyett, hogy hogy kihúzná a gyomot, egyszerűen csak lézerrel rávilágít. Hogy ezt, ezt, ezt húzd ki. Ezt, ezt, meg ezt húzd meg ki. Ezt, azt, meg ezt, meg ezt. És hogyha nem dolgozik elég gyorsan, akkor mesterségesen stimulálja. Rás hidot. Ha, harunál rasid. Hasonál rasid. Hason, hason. Csak hogy így, így, látom magam előtt, hogy jó, jó, és akkor ennek lesz a low cost verziója. Az egyszerűsített, nem akarod megfizetni a teljes költséget, semmi gond, akkor tudjuk ugyanezt úgy, hogy hatan fekszenek a gépben, de ez innentől skálázható egyébként, mert lehet olyan, hogy négyen, hatan vagy nyolcan vagy tizenhatan vannak benne, ez egyben a hatékonyság és a sebesség meghatározója is lesz. Na? A low costot viszont low húzza, nem? Hát nem, mert a low costot is szerintem amúgy ilyen gépek húzhatnák, mert ugye a ló ezik belőle. Tehát az mögöttem egy. Kicsit az is gyomlál sőt, is. Eee. tényleg ez mit pofog ki? Ugye ez full villanyos, ezt eddig nem olvastam. Mondd, hogy ez nem bocsát ki széndiokszidot, miközben megy. Nem, nem, visszaszívja magába. azt hiszem, hogy mivel amerikai farmokról van szó, azokat azért elektromos eszközzel kiszolgálni elég nehéz. Igen, ott a semmi közepén az nem egyszer. De mondjuk napelemmel még akár lehetne. Ah, ne, ekkora méretet. Mm. Ah. Aj, aj és valami kipufogó, sűrített kipufogó, kipufogó gázokkal. Néz ki. Igen, lehetne valami üzemanyag cella. Hidrogén, metán alapú. Júlia, héten volt egy nagyon ronda baleset Texasban, azt olvastad? A dohányzó tehenek? É, igen, szegények fejésre vártak, és valahogy nem volt megfelelő az istáló komplexumnak a szellőzése, ahol el voltak szállásolva, és berobbant a metán. A, ismerd a régi viccet erről, hogy szomszédkennek dohányoznak a tehenei. Nem. Hát, akkor ég az istálló. Az a baleset történt, képzeld el, hogy um, tényleg berobbant a metán, nem tudjuk mitől, de majd valószínűleg egyszer az is kiderül, és 18 ezer tehén pusztult el a robbanásban és az azt követő tűzben. Ez egy elképesztő méretű baleset, még amerikai léptékkel is. Ennyi marhát egy csak stadionban láttam. Ilyen, nézzük meg gyorsan, hogy a Burger King és a McDonald's részvények hogy reagáltak? Hát, ha fejésre vártak, akkor valószínűleg ezek nem vágásra szánt tehenek voltak. Hát néhány fejésre várt, de ugye a többi. Várakozás közben elunták magukat, és Já. rágyújtotta. Nem követendő példa. Amúgy nem, abszolút nem. Én jobban szeretem a nem dohányos teheneket. Ez messzire mutató mondat volt, azt hiszem. <laughs> Jussunk ki ebből az ördögi körből. Három, <laughs> beszélj el meg egy sent, Valami És ö, azt olvasta, de hogy szintén, hát ez a tudomány, ez egy nagyon jó dolog. Bámulatos hol tart már a tudomány. Mondjuk csak el még egyszer, hogy lehet birka földrengést megelőzni? Így van. kimutatták derék tudósok, ezek is derekak. Keresem, hogy honnét, de az egész nem találom. De tényleg. Szóval a Tel Avivi Egyetem tudósai azt kutatták ki, hogyha bántják a növényeket, még mely, hát, mely, növényeket? Majdnem mindegy is. Nem milyen növényeket, mert próbáltam már átkötni. Na milyen növényeket? Paradicsom, a pardon, és, a, a... dohány. <laughs> növényeket, hogyha bántanak, akkor képzeld el, hogy azok ugyanolyan, vagy hát hasonló, visító, sikító hangokat adnak ki, mint amit, a, már hogy erőben, mint amit az emberek beszélgetés közben. Ez milyen durva dolog, ezek bántottak növényeket. Már, már várom magam előtt, hogy a petához hasonló, majd jön valami növényérdekvédelmi szervezet is. Azt mondják, hogy 65 egy zajt bocsátottak ki, csak hát annyi, hogy szegények 57 kHz, amit nem annyira hallunk, ez a mi szerencsünk. Mert különben képzeld el, hogy ott a gyomlálógépben az a 12 fekvő ember, az mind megvadulna a zajban. A visító növények között, hogy húzzák ki őket. Figyelj, azt tudod, hogy a kutyák és a macskák hallják ezt a frekvenciatartományt? Képzeld el! Gyakran vannak körülötted a kutyák, meg a macskák, miközben gyomlálsz? Nem is az, hogy gyomlálsz, amikor ott van, és szerencsétlenek mondjuk nincsenek megöntözve. Folyamatosan szikítoznak. Ó, oh, borz. De figyelj, ennek volt egy mesei verziója. Harry Potter, a mandragóra. Emlékszel? Tényleg, volt, volt, volt benne. Mi meg azt hittük, hogy az mese. És most be volt bizonyítva, csak annyi, hogy más a frekie. Mert a mandragórának mely a hangja. Igen. Hát mindegyik szokott, akkor gondolom üvöltözni, csak Így van. Csak ezt, Ezt, is csak a mesébe. Nem, ez most már a valóság. Képzeld nem, azt nem hogy mit kell szívni, hogy ezt felfedezd. Bocs, most nem tudok leugrani, veletek sörözni, mert éppen meg kell kínoznom egy növényt. Illusztrációként egyébként a cikkben van egy kaktusz, amit éppen lehallgatnak. Azt vajon szóval, hogy kínoszták, meglocsolták. Túlöntözték. Tővel megszorkálták. Basszomba. Nem, amúgy lehet, hogy ő például éppen a szerencsés kontrollcsoporthoz tartozott, mert nyilván azt vizsgálták, hogy vannak stressz helyzetnek kitett növények, meg nem stresszelt növények, és lehet, hogy ő éppen egy szerencsés volt, akit megfelelően gondoztak, és azon füleltek, hogy vajon akkor ő ad hangot, és akkor ő békében csönd volt. Hm? Nem lehet. lehet tényleg, a, és a de dehidratálás volt az egyik, ami. Azért mondom, ez kaktuszsal azért egy kicsit azért bonyolultabb feladat, szóval le lehet, hogy rajta pont nem ezt próbáltak ki. Hm? Nagyon. Különös, hogy ilyen, ilyenekkel is ö, foglalkoznak. Hmm, mi lesz ennek az eredménye vajon? Azt egyébként eddig is tudtuk, hogy a növényeknek van emlékezete, meg tudnak dumcsizni egymással. Ugye próbálták már még az én gyerekkoromban is, a 90-es években is volt már arról szó, hogy nyomozásoknál fel lehet használni a szoba növényeket, mert azoknak igazából van emlékezetük, meg emlékük. Próbálták őket kihallgatni az FBI-nál, hogy kíváncsi lennék, hogy ott mivel ki Le! le, ha le lehet, hogy csak a Mossad örökítette az FBI technikáit, és most lettek publikusak. Szépen összeáll azért az is már tudjuk, hogy miért foglalkoztak ezzel a kutatókat. A titkos vallatási technikák kiszivárogtak. Igen, igen, igen. Aha. Illetve uh -huh. ja, hát a visszajelzéseket kellett megtanulniuk, hogy akkor azt hogy lehet. Mondjuk, ennek Afganisztánban nem vették nagy hasznát valószínűleg. Ott nem sok növény van. Most már. Hát eddig se volt. Azért. Inkább egy kavicsos környék. Na, ott a hegyek. Adig. Sivár, de... De... Azért ott azokat a gyomokat kihallgatni. Ah, macerás, melós. Te egy rendes mamut fenyőt. Ha sokat látott mamut fenyőt, hogy sokáig kell ücsörögni, mire mindent elmesélt. Jó, jó, te kerünk bele, te kerünk bele. Most ugorjunk ezer évet. Egyszer mamut, aztán hamut. jó, oké, nem akartad kihallgatni. Nem, három. Ezek meg majd nyomják a kamut. Gondolod, hogy tudnak hazudni a növények? Innen jön a hamukázik kifejezés, hogy mégis beégett vele. Elképzelhető. Na, gyere, végére valami vidámat, ami egyáltalán semmi környezetkiméléssel nincs összekapcsolva. Jöhet? Hát nem fogunk növényeket kínozni benne? Nem, embereket fogunk kínozni benne. Oh, az, az De ráadásul nem is mi, hanem a mini. Te annyi közük van egyébként a növényekhez, hogy tüskének nevezték el az intelligens személyi asszisztensüket, amely az új mini concept ACEM-ben tűnt már föl. Ott a vezető előtti műszerfalon, konkrétan egyébként az egész műszerfalon, mert most már ugye az egész műszerfal egy hatalmas kijelző, tehát nem csak középen van, hanem mindkét irányba terjed. És ez a bizonyos intelligens személyi asszisztens megjelenésében olyan, mint a Microsoft klipje volt, de hát ugye mivel britekről beszélünk, ezért nem egy ennél több eszük van, hanem egy angol buldog. Megismétlem, intelligens személyi asszisztens egy autóban. Én ezt értem. Tehát például, amikor, amikor szeretnéd azt, hogy, hogy oda jöjjön hozzá a kocsi, akkor mondod így lához? rögtön jön. Pluto! Spike. Spike! és képzeld el, hogy ha az utcában több ilyen van. Hangfelismerős lesz. Hát ha személyi asszisztens, akkor illene neki. Nem tudom, én most csak abból indulok ki, hogy hányszor van olyan, hogy a, az én nem túl okos autómban már van egy csomó vezetés támogató automatika, és, és, akkor így előfordul, hogy nem értek velük együtt, mondjuk egyet. Mondjuk gyakrabban nem értek velük egyet, mint hányszor egyet értek így a kritikus jelzéseiknél. A hát okosabb ezt, abba, vagy, mint az autód. Legalábbis, legalábbis annak, hiszed Igen, <laughs> ez egy nagyon fontos részlet. De tény, hogy amikor vészjelzést ad, akkor általában én azt gondolom, hogy fölösleges. Az a baj, hogy egyszer igaza lesz. <laughs> és ezt sajnos lehet sejteni előre, és nem lehet tudni, hogy mikor lesz neki igaza, de majd nagyon igyekszem azért ezt elkerülni, elodázni. Na de akkor majd ilyenkor hogy lehet lenémítani, hogy Spike! Tüske! Csitt! Mit ugatsz? Ne ugassá! Végre, igazi nyolcker kis autó lesz belőle. A fászakot sebaszták, meg nem nekem ugat! az nem lesz jó. Illetve a, az e akit azt hova? Hogy így az megvan, amikor a, a slow kulcsol a szájában, vagy a hűtőrácsába oda osom melléd a kocsi megbögdös az orrával, hogy sétálni akar? <laughs> Na de képzeld el, hogy ezt a spike amellett, hogy úgy Amikor neki... a macskákat elkezdődött izé terrorizálni a környéken. Most már értem, a környékünkön tesztelhették biztosan. Annyi elütött macskát láttam mostanában. <laughs> De egyébként ezen a cikkíró is egy kicsit fönnakadt, hogy ez pont egy kutya, mint asszisztens. Úgyhogy adtak ők is ötletet a virgin hogy milyen funkciókat szeretnének mindenképpen, hogyha ez a digitális kutyus ott a műszerfalon meg tudna valósítani. amit akartam mondani, hogy és nem csak a középső híres kerek kijelzőn, amit nyilván megtartanak, hanem képzeld el, hogy a Spike azonnal le tud menni, és tud az egész műszerfalon oda szaladgálni. <laughs> az mondjuk egy vezetés közben biztos, hogy nagyon biztonságos élmény. Remélem, hogy ez így limitálva lesz, hogy menet közben majd nem mehet le onnan. Elment lesz. egy kicsit játszani a gyerekkel az anyósülésen? Már verziója lesz, hogy mondjuk kiszálljon a kocsiból és kövessen a akkor keresztül. Figyelj! Addig nem tud elindulni a kocsi, amíg nincs benne spáj. És nem dudálni fog, hanem ugatni az autó a külső hangszórón azt azt hiszem tilos. Akkor megmorogni. A megmorog, az jó. És... <laughs> a, gyalogosnál itt szépen megállsz, eleve is hogy egy villanyos autóról beszélünk, ami jött eddig egy ilyen statikus 40 decibeles zajjal, és egy 50 decibeles egy <laughs> És akkor igazából fel, felmorog a motorja. Aha. <laughs> így. De itt az ötletek között, ami felmerült a Verge oldaláról, ilyenek vannak, hogy például egy kicsit így dohokat, ne, hogyha elmulasztasz mondjuk egy autópálya lehajtót, így finoman jelezhetni, azt hogy ezt nem jól csináltad, vagy lehetne azt, hogy ilyen, ilyen fékeveszettül és irányíthatatlanul elkezd szaladgálni és ugrabugrálni a kijelzőn, hogyha bárki azt mondja, hogy séta, sétikézni megyünk, akármi, így bármilyen beszélgetés közben, hiszen úgyis mindent figyel. Esetleg pedig azt is lehetne, mert nálam a ligetnél ez különlegesen jó ötlet lenne. Behozza az újságot. Nem fért be a nyíláson, de bejött az, hogy maradt. Behozza. újságossal együtt. Esetleg az egész autó foghatná magát, és elkezdhetne mókust kergetni, hogyha meglát egyet. Képződöm, hogy városlégetnél beszalad. Ezzel mondta, hogy ne, nekem itt a néplégetnél sokat segítene valószínűleg. Ja. Sose amikor autózol egyet. A semmi, leparkolod valahol, így erdőszélén, és elszalad. Akkor kell egy pórász hozzá. Ja. Kikötöd a kocsin. Vagy egy digi csont. Az nem elég mókus az mókus, az... <laughs> mókus az mókus. Azt vala, valamivel... És mi van, hogyha, hogyha találkozik egy másik minivel? Elkezdenek egymásra a csarkodni? Nem, hát leszek. a <laughs> kipufokókat, vagy nem tudom mi van elég. Megforognak ott. De tényleg ezzel akkor majd úgy lehet leparkolni, és valószínűleg, hogy így megfordul előtte háromszor egy hely. Beteker a biztonsági övbe, hogyha egy ismeretlen kocsival találkoz Ennyi. Jó lesz ez, jó lesz. És tudod, mit lehetne még? Hogy izgatottságmérőként a hátsó ablak esetleg adhatna jelzést. Csóválj egy kicsi. Aha, és akkor persze megállsz a, izé, a az, az, összes utcas, utcasarok nem megállsz. <laughs> Gondosod <és> gondosan oda gőzölsz. <laughs> Fölemeli a bal hátsó kerekét. Vagy a jobbot, inkább a jobbot. Reméljük. Nem mindegy. Nem, mert <laughs> hogy hátszalad a szembe forgalomba. <laughs> ott, ott láttam, ott ottam, okus. ottam okus. És még mi vagyunk a bolondok. Ugye, lehetet, lehetetlensége, lehetetlensége komplet tárhozat, de lehetőségek későn, sokkal durva. Hogy miért tüskének nevezték, azt még nem tudjuk, hogy miért kutya, azt sem pontosan, de attól félek, hogy ez tényleg jönni fog. Én meg tudom mondani, hogy miért hívják Spike-nak. Na. Tom és jerry az angol buldog a Spike-nak hívták. A kutyát. Tényleg? Igen. És a macskát? A Tom és Jerry-ben? <laughs> Jó, gondoltam, keresztkérdés, de be most nem cseh GPT vagyok, hogy erre ne tudjak válaszolni. <laughs> Amúgy ez lehet, hogy elakadna. <laughs> Szinte bizt. Na, no, én azt gondolom, hogy ezt a hetet is vidámban zártuk. Éljen a föld. Ünnepeljétek velünk a föld napját szombaton, állítólag szép időnk lesz, jövő héten pedig ismét találkozunk, hallgassatok minket, lájkoljatok, like sereljetek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hogy telt a múlt heted? El. El. Gyorsan. A igen, ez a, ez a húsvét, ez szerintem ilyen kicsit kontraproduktív, nem? Mert uh -huh. hát ugye eredetileg ez arról szólt, hogy Jézust megemlékezzünk a kávéért. Megemlékezzünk Jézus kereszt haláláról, de igazából most már érzem, hogy... és... És <coughs> a És Ez egy fontos A végéről, igen, igen. De, de most úgy érzem, írm. hogy az ilyen corporate kultúra miatt nem a, ő emlékezete, hanem inkább a gyúdásra inkább emlékeznek, hálaadott szívvel, hogy négy napos hétvégét csinált nekik. Az nem ő volt. Hát, de miattó volt. Ja. <coughs> Bár kicsit, mintha meg lett volna ez vezérelve. Na mindegy. Milyen mm. hmm. jó volt. <laughs> Most az első. Ezt első, megöltük. Első, Oké. Okay. Első, első egy percet vágunk. Talán kezdjük előre. <gül> <gül> Szép. Papírzsákkendőből. Még egyszer, mert ez fél hangom volt. Papírzsákkendőből. Megint csak. Lassan már. Ja. Itt van ez a szép piros most alma. Most alma. <laughs> szóval. Ne, ott áll az udvarodon, mit? Izrael, Tel Aviv, Tel Aviv, Univer. Köszi, el volt elítve. Szóval. Más, Második bekezdés, harmadik szava. Igen, az Addig már nem jutottál ne negyedik, negyedik, ötödik és hatodik, hetedik, de mindegy is.